Egyre nagyobb probléma ma Magyarországon, hogy egyre több családot lakoltatnak ki elhelyezés nélkül. Ez kisgyermekek életét is nagyban befolyásolja, hiszen ilyenkor általában kiemelik őket a családból. Ma az utcaemberét fogom kérdezni arról, hogy mit tudnak erről a témáról. Ön szerint ma Magyarországon ki lehet lakoltatni kisgyermekes családokat elhelyezés nélkül? Nem lenne szabad, hogy létezzen, de létezik, és beteg embereket, idős embereket, kisgyermekes családokat is kilakoltatnak, sokszor egészen elképesztő kis összegek miatt, meg hát tudjuk, hogy nőttek a tartozások. Létezik, sajnos létezik, mert azért sok példa van rá, hogy a devizahiteleseket kitelepítik. Hallom, vagy olvasom a sajtóba is. Hát ez egy helytelen dolog. Hát azért a 21. században a családokat kitelepíteni, azért az utcára tenni, hát azért ennek humánosabbnak kellene lenni, lépni kellene ebbe az ügybe. Aha. Igen, sajnos én is hallottam már ilyesmiről, és szerintem ez nagyon rossz dolog. Hát reméljük, hogy nem. Elítélem, nem kellene kiratatni őket, hanem segíteni kellene őket támogatni, vannak család segítők, meg mit tudom én, és azoknak hozzá kellene járulni, meg munkát szerezni a szülőknek, hogy tudjanak dolgozni, tudják fizetni a lakbért, és akkor nem fogják kilakoltatni őket. Igen, sajnos hallottam róla, de sajnos most már a kilakoltatás is hajléktalanság is bűn. Aki ezt csinálja, az nagyon kemény dolog, utcára kerülnek szegények, gyerekkel, munkanélkül, sajnos. Ön szerint mi történik ezekkel a gyerekekkel? Az a gond, hogy ugye nagyon sokszor kiemelik őket a családokból, mint ahogy a mély szegénységben élő családokból is, ahelyett, hogy normális munkát tudnának végezni, munkalehetőségük lenne. Még jobb esetben, ha elviszik állami gondozásba, az még jobb, de hát a utcán egy gyerekkel élni azért az nehéz dolog. Az utcára fognak kerülni, gondolom. Hát nem is, ez elég elkeserítő, így a jövőjükre nézve. Nem látom, ez eléggé kilátástalan számukra. Evidens, hogy intézetbe kerülnek, de nem intézetbe kellene rakni őket, hanem a szülőnél van a legjobb helye a gyerekeknek. Hát ha ez igaz, hogy fedél nélkül maradnak, nyilván akkor államgondozásba kerülnek, gondolom, vagy pedig családon belül próbálják elhelyezni. Hát szerintem ezek a kilakoltatott gyerekek elkerülnek egyszer utcára, onnan már nem bírják, és akkor állva a házba, nevelőszülőkhöz, és szétszedik így a családokat. Szerint a kilakoltatott családok hány százaléka tud újra egyesülni? Százaléka? Hát én reménykedem, hogy 100%-a, de nagyon félek, hogy hát egy 50-60 talán, de én nagyon szeretném a 100%-ban, mert a gyermekkor az egész emberi életet meghatározza, és a szülők tönkre mennek, gyerekek tönkre mennek, az ország lelkileg, anyagilag, mindenféle szempontból kapcsolatok terén a padlomban, vagy az alatt. Ha mit tudom, valami szerencsejátékot játszanak és nyernek a lottón például, akkor meg tudják oldani a lakhatásukat, mert máskülönben a mai magyar fizetésekkel ezt nem lehet megoldani, mert kajára is kevés ez a pénz, ami fizetésgyanánt osztogatnak itt a magyar embereknek, sajnos. Kilakoltatás után szerintem már egyáltalán nincs esély arra, hogy újra egyesüljön egy család. Nagyon nehéz, hogyha nem támogatja őket senki, akkor szétszorodik a család. Nem merek tippelni, de elég alacsonynak mondanám. Tehát egy család egyszer széthullik, és egy új életet kell kezdeniük a nulláról, akkor az elég nehéz lesz a mai világban, főleg itt. És a családok így, ezáltal soha többé nem lesznek rendes család, és utcán fognak lenni. Írd alá petíciónkat, te is!